Jó estét kívánok, kedves nézők! Ez itt a Kezdőkör, a Fehérvár Televízió sportos kibeszélő műsor, amelyben ma, hát mondom, hogy túlnyomó rész, de lehet, hogy teljesen célom szerint azért nem kizárólag futballal fogunk foglalkozni, de hogy miért alakul így, azt talán már a vendég listából is kiderül, hiszen itt van velem a Manchester United magyarországi rajongói klubjának két műsorunkban szinte állandó tagja, Kaiser Tamás kollégám és Farkas Szilárd, szintén a Médiacentrum szerkesztőségéből. Gyakorlatilag, hogyha nem tudom, Teréz anya életéről beszélgetnénk egy műsorban, ők akkor is szóba hozzák előbb-utóbb a Manchester Unitedot. Hát most fociról fogunk, úgyhogy csodálkoznék, ha nem kerülne szóba, bár az európai csúcsfutballról is lesz szó, meg a magyar bajnokságból, nem tudom, melyikkel kompatibilis bármilyen módon a jelenlegi Manchester United. És hát itt van velünk nagy örömömre Rutka János, korábbi válogatott labdarúgói már, kollégánk a Telex szerkesztőségének sporttémájú cikkeinek szerzője. És ez egy ilyen médiatörténeti pillanat itt a Fehérvár Televízióban, mert végre legalább 50%-ban vagyunk Ferencváros érzelműek itt a stúdióban. Most tagadod meg a United-et, de ez miért kizárólag? Valakinek ennyi lelke van tényleg, tehát még hány csapatot tudsz? Én egy ember egy csapatnak szurkol. Tudod, mi van, hogy választasz egy jobb csapatot, az a United, meg választhatok egy rosszabbat. Na hát egyébként én úgy emlékszem, hogy a videóton verte már meg a Manchester United-et, nem tudom, a Ferencváros történetében fordult elő ilyesmi? Nem is találkoztak szerintem. Hát jó kifogás, sosem rossz. Szerintem nem tudom, érdekes ilyen eredménylajstom után arról beszélgetni, hogy... Hát igen, ha már eredménylajstom, természetesen egyébként az adja az egyik nagyon komoly apropóját ennek a mai műsornak és témaválasztásnak, hogy véget ért ugye a Magyar Labdarúgó Bajnokság 2021-22-es szezonja. Nagy meglepetések is voltak, és itt akár a táblázat első, akár hátsó felét nézzük meg. A közepe az gyakorlatilag az a megszokott massza, ami mindig van. Már sokat beszéltünk erről, hogy egy csapat az egyik héten még tizedik, a következő héten már a dobogóért küzd, aztán megint a kiesés ellen. Ilyenek most is voltak. De hát ott az élen ugye a Ferencváros, ehhez tényleg gratulálok Fradi érzelmű vendégeinknek. Nyilván megvan az okotok, hogy magatokénak érezzétek ezt a sikert, de hát a nagy kérdés, hogy egyáltalán úgy örül-e ennek, akár egy tényleg ősfradista, mint nem is tudom, 1981-ben mondjuk, amikor a Dalnoki Jenőféle csapat lehetett bajnok, vagy amikor a ti időtökben lettetek bajnokok, hiszen köztudott, hogy a Ferencváros most azért annyira kiemelkedő lehetőségekkel bír, olyan elképesztő magasságokban van a többi riválishoz képest, hogy azt gondolom, hogy egy fradista is úgy állt ehhez a bajnoksághoz, hogy kudarc lenne, hogyha nem aranyérem lenne a vége. Minden bajnoksághoz így állunk szerintem. Jó, csak ez máskor nem reális, de most néhány évvel már abszolút. Na, számomra azért nyilván ambivalens érzéseket okoz, mert az ember az egyik oldalon nagyon örül annak, hogy évről évre a Fradi nyeri a bajnokságot, viszont ugye ez egy nagyon egyoldalú küzdelem lett most már, és amikor a nagy vetélytársakkal találkozik, mint az elmúlt években ugye a Fehérvár, vagy egy derbi az Újpest ellen, hát akkor sem tud már úgy neki menni az ember, hogy ne az legyen a minimális elvárás, hogy ezt meg kell nyerni, ezt a mérkőzést, és ugye a legnagyobb ellenfelek sem nyertek el ellene már régóta. Azért azt hozzátenném, hogy szerintem a Fehérvárnak például azért lenne lehetősége, esélye arra, hogy felvegye a Fradival a harcot, akárha csak a költségvetését nézzük a Fehérvárnak és a lehetőségeit. Az elmúlt időszakban mutatott szakmai munka azt szerintem, hogy egy picit a Fradi irányába billentette a mérleg nyelvét, és ez az óló, ez egyre inkább úgy látszik, hogy kezd kinyílni, köszönhetően a nemzetközi kupákban való csoportkörökben való részvételnek, az onnan érkező bevételeknek. Most pont azt néztem, hogy ugye a Fradi idén már közel 11 millió eurót tudott költeni átigazolásra. Három olyan csapat van, aki meghaladta az 1 milliót, 1 és 2 millió között költött. Nagy érdekességre, ugye, ha jól emlékszem, de azért puskázok, ugye a Honvéd, igen, a Puskás Akadémia és a Fehérvár, a többiek még a 300 ezeret sem érték el, szóval olyan rettentő nagy a különbség a lehetőségek terén, hogy ez minimális elvárás is, hogy a Fradi bajnok legyen. Azt hozzáteszem, hogy ugye az elmúlt 4 évben bajnok is volt, de most a legkisebb pontszámmal például, legkisebb különbsége. Igen, az nagy kérdés. Ebben azért benne volt egy rossz edzőváltás, és nem azért, mert Stöger rossz edző lenne, hanem szerintem rossz elvárásokat támasztottak vele szemben,
lehetett olvasni, hogy a nemzetközi porondon is szerették volna, hogy támadó focit játszon a Ferencváros. Ehhez viszont az a 11 millió euró elképesztően kevés, hiszen ugye most a Dortmund vette meg ugye a következő Haalandet 30 millió euróért az Salzburgtól, Karim Adeyemi személyében. Ehhez képest ezek a számok, tehát még a Fradi számai is eltörpülnek. Hát amennyire Fradit össze lehet hasonlítani a Dortmunddal, akkor... De vagy az Salzburgban. Tehát a nemzetközi... tőlük azért nem fognak venni 30 millió euróért játékos. Nemzetközi hasonlítást, illetve viszonyrendszerbe helyezést mindenképpen szeretném, hogyha majd említenénk. Előtte annyit még a Fehérvár kapcsán, amelyről tényleg rengeteget beszéltünk, és egy nyilván itt fehérvári médiumként ez a dolgunk is volt, hogy idén ugye már a dobogó sem jött össze a Vidinek, ami hát valóban, hogyha egy Fradi nélküli mezőnyt nézünk, akkor a messze legjobb lehetőségekkel rendelkező csapattól nyilván óriási kudarc. Most utoljára az elmúlt szezon kapcsán, mert aztán majd nyilván már a következők lesznek itt is fókuszban, miben látjátok ennek elsősorban az okát? Ez egy nagyon érdekes kérdés, amit ugye Rudi is mondott, hogy szakmai téren a Ferencváros lehagyta a Fehérvárt. Itt tudjuk, hogy szakmai vezetői téren azért egy jelentős változás történt. Talán mondhatjuk, hogy megadhatjuk még Salló Istvánnak és a klubnak, hogy egy átmeneti szezonról beszélünk abban, ami most véget ért, bár egy teljes tavaszi szezon azért lement. Hogy reméljük-e egyáltalán, hogy mondjuk ez a különbség csökken, aminek nyilván nem kis köze lenne ahhoz, hogyha a Fehérvár is végre a nemzetközi porondon tudna valamit villantani, mert azt hozhatná esetleg valamiféle bevételt, illetve előrelépést. Én szerintem a két óriási különbség van az, hogy egy, a Fradinál nagyon jó döntés volt letérni a Dolly útról, ami számomra oké, hogy voltunk vele bajnokok, kupagyőztesek, de a nemzetközi kupában az Albán ötödikkel is meggyűlt a bajunk. A Fehérvárnál pedig ugye egy rossz, tehát folyamatos rossz döntések, és nem sikerült megtalálni azt a koncepciót, ami a Ferencvárosnál például egyébként Hajnal Tamás érkezésével szerintem megvan. Hogy Hajnal azért próbálja szerintem, legalábbis kívülről itt tűnik, szabni az irányt, és próbálnak tényleg a kabáthoz gombot találni, és nem fordítva. És itt már többször beszéltünk arról, hogy ugye Szabics választása nem volt ideális, és ugye beleesett valószínűleg abban a hibába a Fehérvár vezetése, hogy itt a dárdai löv vonal után Szabics, aki a másodedzője volt az osztrák válogatottnak, és tényleg gyakorlatilag a nyugaton, a nyugati labdarúgás emlőin nevelkedve magába szívhatta azt a tudást, amit aztán itt végül nem tudott kamatoztatni. Mind a mellett, én nagyon sokszor elmondtam, hogy ez a Vidi keret, ez nem jó. A télen azt gondolom, hogy az ukránokkal azért nagyon jól erősített a Vidi, de ez a keret, ez még mindig nincs a kanyarban szerintem a Fradihoz, meg ahhoz sem, ami mondjuk elvárható lenne. Tehát itt azért ilyen szinten is, és ezért bízom például a Sallóiban, hogy ő majd akkor lehet az, aki mint a Fradiban Hajnal, hogy szabja az irányt, és gondolkozik előre, és próbál olyan játékosokat hozni már. Ebbe lehet bízni, nem tudom, Szilárd, te is úgy látod, hogy az alapvetően az edzőváltás határozta, vagy tehát az edző kiválasztása az előző szezon végén határozta meg ezt a képet. A koncepcióhoz azért annyit még, hogy most hirtelen gondolkoztam, amíg beszéltek, hogy amíg Paulo Sousa volt a Vidi edzője, és bejutott a csapat az Európa Liga csoportkörébe, akkor ki volt a sportigazgató, esküszön nem tudom megmondani, volt-e. Azt tudjuk, hogy később ugye Kovács Zoltán alatt is bejutott a csapat egyszer, akkor Nikolić vezetőedző vezetésével. Tehát volt azért, mintha lett volna valamiféle koncepció, ami még eredményt is hozott, inkább nekem az a furcsa, hogy nem ragaszkodnak hozzá. Tehát, hogy egy olyan fajta kapkodás történik, sikerek esetén is, itt Mezei Györgyöt bajnoki cím után küldték el, Carillót bajnoki cím után küldték el, Nikolićot Európa Liga és Magyar Kupa győzelem után küldték el, vagy ment el, mindegy, nyilván megvannak az összetett okok. Tehát, hogy Európa hogy akkor... a csoportkör után nem győzelem. Csoportkör, vagy veszélyen. Igen. Ne tanulj előre, mindig ezt mondtál. Tehát, hogy itt, mintha azért nem tudom, hogy tulajdonosi, vagy milyen háttérből fakadóan, mintha jó sem lenne elég jó. Vagy nem tudom, mi az oka ennek az állandó variálásnak. Hát én sem tudom megmondani, de az látszik gyakorlatilag, hogy
hogy elvárás van, koncepció pedig bizonyára szintén van, de úgy látjuk, mintha nem lenne. Nem ez van Manchesterben is. Nem lehet végigvinni ezt a dolgot. Igen, próbál az ember kicsi laikusként hozzáállni a dologhoz, mert máshogy nem is lehet, mert szerintem a szurkoló sem érti, ugye másokszor beszéltünk róla, hogy a szurkoló sem érti, hogy miért tartunk itt, ahol az, hogy a nemzetközi kupába ugye most bejutott a Fradi révén. Hát köszöni szépen, gondolom én a videó, hogy nemzetközi kupába be tudott jutni. Erre legtöbb szurkoló megint csak azt mondja, hogy ez kell, és ha ez nem elég motiváció, ugye beszéltünk róla a játékosnak az, hogy nemzetközi kupában játszon, akkor semmi más nem lehet, és egy kicsit visszakanyarodva még ugye a Fradihoz, amit a beszélgetés elején elkezdtünk kicsit taglalni, hogy nem-e unalmas, hogy mindig megnyeri a csapat a bajnokságot, tehát nyilván nem az, de ilyen szempontból talán egy kicsit most már a Fradinak az NB1 az a szűk lett, és nemzetközi mezőnyben kellene nagyon dobbantani, nem tudom, hogy mi erről a véleményetek. Zsuti, de hogy látod egyébként ezt a Vidi dolgot? Említetted már, és nyilván vannak adataid is, hogy azért a költségvetésében, hogyha nem is a Ferencváros szintjén, de a magyar szinten ahhoz legközelebb álló a fehérvári klub. Ezt annyiban kijavítanám, ugye jelen pillanatban a 2020-as adatok ismertek, mert ott még azért nagyon fejfej mellett haladó volt a költségvetés. Szóval hát nem volt nagy különbség, mert a Fradinak hát az kicsit több volt. Volt csoportkör bajnokok ligájában, és mit tudjuk, hogy az azért mindig bőven hozza konyhára. Most az idén az Európa Ligában. Meg eladták azért Uzunit például. Hát arra az útra, amiről ilyen Salu István beszélt, ráléptek, hogy a nemzetközi szereplésnek megvannak ezek az óriási plusz hozadékai. Ettől függetlenül gondolom, hogy az, hogy most már 10-20 pontokkal marad le a Ferencvárostól a MOL Fehérvár, és most már nem egy szezonban, ez nem húzható rá kizárólag arra, hogy nyílik az olló, vagy nagyobb a költségvetés. Nem, de itt ugye elhangzott sok minden, és visszakanyarodnék, mert utána át tudok ide megint kötni a Vidire, például Thomas Dollra, ugye, akinek elhangzott a neve, és való igaz, hogy vele ugye nemzetközileg nem sikerült még megugrani azt a szintet. De én azért bánok ezekkel a kijelentésekkel is óvatosan, mert azt sem szabad elfelejteni, hogy Doll mennyit költhetett például játékosokra. Milyen keretet? Ha most Dollt leültetnék ehhez a kerethez most a kispadra, akkor nagy valószínűséggel ő is tudna valamit alkotni. Teljesen mások voltak a lehetőségei. Ő 2013-tól egy építkezési folyamatban eljutott a Fradit odaig, hogy bajnokcsapat legyen fixen, hogy kupagyőzelmek legyenek sorozatosan, és ugye azt vette át tulajdonképpen utána Rebrov. De... Csak bocsánat, csak Dollra reagálva, hogy Doll és Rebrov között szerintem egy óriási különbség volt, hogy Doll egy játékszisztémát ismert, egyet tudott játszani, posztra cserélt mindig, Rebrov és Csercseszov is egyébként, sőt szerintem Stögernél is láthattuk ezt, azért, hogyha a helyzet úgy kívánta, akkor tudott szerkezetet váltani a Ferencváros, tehát nem csak egy séma szerint játszott, tehát én azt gondolom, hogy amikor Doll elment, akkor utána edzőben is minőségi szintet lépett a Ferencváros. Mondom, én ebben most nyilván nem is szeretnék bemenni, hogy ki milyen edző, milyen szerkezetet játszott, és igen, most is láthatunk többféle összeállítását a Ferencvárosnak, de akkor megint csak Csercseszobra például egy apró észrevétel, hogy ugye, ahogy megérkezett decemberben, ott azért nagyon fej mellett zajlott még a bajnokság, egy pont volt a különbség tulajdonképpen, és mi történt a téli átigazolási időszakban? A Fradi kifizetett 6 játékosért pénzt, és hoztak olyan játékosokat, akikkel nyilván utána a kispad sokkal hosszabb, utána bőven tudsz játszani 4-2-3-1-et, utána következően 4-3-3-at, és aztán a kupa döntő megjátszó 3 védővel, és variálgatod a lehetőségeidet. De ezek a dolgok azért Doll idejében abszolút nem voltak adottak. És pont azt néztem a Fehérvárnál is, hogy visszakapcsoljak oda, hogy mennyire jönnek be ezek a szakmai döntések például. Jelen pillanatban Mihály Borisznak ugye 1,36 a pont per mérkőzés átlaga. Hát ennél Szabisnak is sokkal jobb volt, Márton Gábornak is sokkal jobb volt, Kariónak is sokkal jobb volt, és hozzáteszem, a 3 edző pont per mérkőzés átlaga az körülbelül ugyanazt a teljesítményt hozták Fehérváron, mégis váltás volt. Nyilván Nikolics az, akinek egy minimálisan ennél sokkal, minimálisan sokkal jobb, de hogy minimálisan jobb volt, igen, most arról beszélünk, hogy Kariónak 1,81, Nikolicsnak meg 1,95 volt a pont per mérkőzés átlaga, ami egy kiváló teljesítmény, különben összehasonlításként Rebrovnak is 2,08, vagy Dollnak 2,02. Szóval, hogy azért olyan nagy változás ugye nem volt szakmailag a kispadon. Átigazolások terén meg azt néztem, hogy
hogy körülbelül 8,3 millió eurót költött az elmúlt 5 évben a Fehérvár átigazolásokra, játékosokra. Ugye azt most már tudjuk, hogy a Fradi csak ebben a szezonban 10,9-et, közel 11 milliót. Ez járul ahhoz hozzá, hogy onnantól, hogy volt két nagyon egyforma keret, a Fradi keretének az értéke most már pontosan kétszer akkora, mint a Fehérváré. De ha megnézzük azt, hogy ez a keret mire lenne alkalmas, akár csak egy konferencia ligában, hát nyilván annál sokkal többre, mint hogy Ararat Jereván ellen kiesél az első selejtező körben, és a konferencia liga kieséses szakaszában is azért voltak bőségesen olyan csapatok, akiknek közel hasonló, vagy akár még kisebb is, mint Bodø Glimtnek ugye a keretének az értéke. Szóval még akár a Fehérvár nyilván sorsolással, pici szerencsével, jó szakmai munkával azért nem egy elérhetetlen távolság, és hát megint ebben a kupában tudnak indulni. Nagyon érdekes felvetés. Csak hogy ezek ugye nyilván a számok, és ezek sokszor nem hazudnak, és hosszú távon ugye kihozzák, de ugye emlékszünk például arra az időszakra, amikor itt Fehérváron beköszöntött a Kánoán, és ugye jött Mutumba meg Georgics, tehát hogy azért itt voltak Fehérváron is, meg nyilván a Fradinál is voltak olyan igazolások, ami nettó pénzkidobás volt, akárha csak ingyen jött valaki, de horror fizetésért. Különben a Fradiban szerintem ez rettenetesen, bocsánat, hogy most már nagyon keveset hiben. Nyilván olyan nincs, hogy minden játékos bejön, és minden játékos szuper játszik. Na de ez a nem véletlen szerintem. Ez pedig kiválasztás. Ha már a csodálatos emléki Mutombát meg Georgit említettem, ugye annak idején Mezei doktor volt az edző, és az hangzott el, hogy itt olyan tudású játékosok jönnek, azért, mert annyiba kerülnek, amennyit magyar csapat még nem fizetett. Ez volt körülbelül 10 évvel ezelőtt, és hogy mekkorát változott a futball egyébként Magyarországon is, elképzelhetetlennek tartom ma, hogy bármelyik csapat olyan játékost igazoljon, akiről minimálisan reális képe az értékéről, nem csak a pénzbeli értékéről, hanem a futball tudásának az összes szegmenséről nincsen. Tehát el lehetett adni egy szerb, meg egy, én nem is tudom, hogy svéd, kongói, nem tudom milyen állampolgár volt Mutumba játékost, sztárigazolásként. Ma olyan adatbázisokból dolgoznak, hál' Istennek már Magyarországon is a futball elemzők, olyan scoutok vannak, és olyan futballklub felépítések, hogy ezt elképzelhetetlennek tartom. Még akkor is, ha tudjuk, hogy Alex Ferguson is igazolt hajléktalan válogatottal, tehát ott is előfordul. George is emlékszel? Persze. Manchester United, tehát fiatal korában. Igen, mindegy. Volt olyan menedzser, amiből, hogyha kinevelted, akkor... Ez kapcsolódik az a felvetésem, és így hallgatva Rudit, meg például az ő pályafutását is ismerve, hogy sokféle edző megfordult itt valóban, és például Nikolić már egy értékelhető és ismert európai múlttal érkezett. Szózára, ha más nem játékosként, és volt Premier League edzőként, szintén mondhattuk, hogy azért nem akármilyen kalapból került ide. És akkor most hozott ugye az elmúlt év végén egy olyan döntést a fehérvári tulajdonosi kör, hogy egy magyar fiatal szakember, aki ebben a bizonyos mai modern futballban nevelkedett edzőként, játékosként pedig megismerte tényleg minden szegmensét a külföldi profi futballnak, hogy miért ne kaphatná meg a lehetőséget. Nem tűnt ez elhibázott koncepciónak eleve, persze azzal együtt teszem hozzá, hogy Dárdain kívül azért nagyon óvatosan tudnék mondani bárkit, aki akár ebből a generációból, de hogy benned nem volt például meg ez, hogy Szabics Imre... Lőv Zsolt is még vezetőedzőként nem bizonyított. Tehát, hogy gondolom, benned is megvolt, te is külföldöt megjárt játékos vagy, aki visszatért aztán a magyar futballba, hogy tulajdonképpen hátha Szabics meghozza azt a fajta felismerést, hogy magyar játékos edzőként tudott már annyit tanulni, hogy ez a magyar futball hasznára váljon, akár még úgy is, hogy hát először ült le kispadra vezetőedzőként. Nekem azzal kapcsolatosan, amit most felvetettél, teljesen más jutott eszembe, ami egy érdekesség, és így meg is ütötte a fülemet, amikor Mihály Boriszt kinevezték. Ugye azt mondták, hogy jöjjön egy olyan edző, aki legalább ismeri a magyar közeget. És hogy nagyon sok mindent így akarnak eladni, hogy na, legalább ismeri a magyar közeget, a magyar futballt, a játékosokat, mert már szerepelt Magyarországon. És ha megnézzük, a legutóbbi 3 választása, ugye Szabics, Márton Gábor, Carillo pont ezt a vonalat képviselte.
És kik érték el a sikereket? A Fradival, a Fehérvárral, azoknak, akik fogalmuk nem volt a magyar futballról és a magyar játékosokról, hanem egy teljesen más közegből érkeztek. Szóval, hogy számomra ez is egy ilyen furcsa története és megközelítés az egésznek, hogy miért kell ennyire ragaszkodni ahhoz, hogyha mi a nemzetközi szinthez szeretnénk csatlakozni, mert és azt szeretnénk bennünk az a romantikus, nosztalgikus kép, hogy mi valamikor nagyon értettünk a futballhoz, és hogy a magyar közeg egy annyira speciális, fantasztikus, hogy ez tényleg csak az értheti, aki benne van, amiből az igaz, hogy tök speciális, csak nem a jó eredményei és a profil felépítése miatt. Igen, Szabics, tehát én azért sajnálom Szabicsot, mert én nagyon kedvelem őt. Tehát nagyon, szerintem nyilván nyilatkozni nehez, tehát az nem az ő reszortja, meg reagálni a szurkolók kritikáira, de nagyon kedveltem őt játékosként is, tényleg amikor a válogatott mellett dolgozott, akkor is szerintem egy pozitív jelenségű. Iszonyatosan megszívta azzal, hogy azt a nyarat kapta meg, amikor Kovács Zoltánnak már kifele állt a rúdja, és elment, és amikor jött közben, tehát nyár közben ugye Sallói. Tehát, hogy így... Az nem egy ilyen utolsó esély volt? Különben nem, ez kifele úgy tűnt egy picit, hogy na, jöjjön Szabics, és akkor az ő nevével hazahoztuk, adunk neki esélyt, egy picit így volt. Be tudjuk temetni a problémákat, akkor is megvoltak. Igen, csak nyilván ez abból a bizonyosból nem lehet várat építeni. Tehát ide hozhatsz bárkit, és még egyszer, én nagyon sokszor elmondtam, mert ez a keret, ez nem jó. Tehát itt azért vannak olyan játékosok, akik évek óta itt vannak, baromi kényelmesek, itt vannak, Pestről járnak edzésre. Ugye ez sokszor ugye a polgármester úr is megfogalmazta kritikaként. Tehát, hogy itt és nyilván azt is halljuk, hogy nem volt egy igazi fazonszabásza ennek a csapatnak a középpány. És mondom, Szabics pont megszívta ezt az időszakot. Hát ugye ott volt Huri esete, hogy Hurival nem tudott ő mit kezdeni. Ő nem akarta. De nem engedte Kovács, hogy elmenjen, és hogy abban a két napban, amikor éppen nem volt még sportigazgató, hogy gyorsan lerakta a második számú csapathoz, mert szabadulni akart tőle. De nem kapott helyette másikat. Tehát, hogy, és ez baromi nehéz, hiszen nyilván ugye Sallói is megérkezett, hát most bocsánat, idézőjesen, de be kell lakni azt az irodát. Meg kell ismerkedni a körülményeket. Tehát én szerintem Szabics ellen a körülmények is dolgoztak, és aztán utána meg belekerült abba a spirálba, ami tényleg az eredmények is hoztak, meg az a tényleg az a nagyon sok pályaszéli interjú, ami hát sokszor hülye kérdéseket is kapott, azt tegyük hozzá, de szerintem ő neki nem volt szerencséje. Csak a kérdés az is, hogy meddig lehet ebbe elmenni, hogy úgy keresünk edzőt, hogy próbáljuk ki őket, aztán meglátjuk, hogy mi lesz velük, de olyan szintű eredmény nincs mögöttük, mint például egy Fradi edzők esetében mostanában, nemzetközi viszonylatban sem természetesen. Tehát, hogy ez meddig mehet egy klubvezetés részéről, hogy próbálkozunk, aztán majd eljön, akinek nagyobb tapasztalata van, mint például neked. Most azokat a plejkákat hagyjuk is, hogy itt igazából ki meg hol döntél a Vidének a személyi kérdéseit, mert vannak azért erre vonatkozóan is érdekes felvetések, de hát amit mondasz, arra mondtam én, hogy ha valakinek nem jó egy Mezei, mikor bajnokságot nyer, egy Carillo, mikor bajnokságot nyer, egy Nikolic, amikor, tehát nem mindig... Persze nem mindig a klubvezetés. Szegény José Gómez, ugye VVB champion. És akkor jönnek a Kaszónik, a Gómezek, a Márton Gáborok, most nem tudom, hogy Boris meddig maradhat, vagy Szabics Imre, aki szintén gyakorlatilag megbukott. Hát mindegy, ez biztos, hogy majd valahol egyszer valakinek meg kell válaszolni, hogy mi az az út, amire tényleg rá kell lépni a Fehérvárnak, és akkor a saját útját és filozófiáját megtalálni. Lássatlakozhatok erre a gondolatra, mert ha nem haragszódom, mert hogy két oldalról is érintve volt minden, hogy maximálisan egyetértek az, hogy a mai világban már egy edzőt is ugyanúgy megfigyelnek előtte, milyen játékrendszereket alkalmaz, milyen a testbeszéde, hogyan tart edzést, elmennek, megnéznik, mennyire illeszkedik az adott egyesülethez a filozófiája, és ezer szempont alapján letesznek a sportigazgató asztalára 5-6 nevet, és akkor utána átbeszélik ott, ahol ez normálisan működik. A Fradinál például az rettentő jó kialakult, nem csak edzőkérdésben, hanem a játékosok terén is. De említetted, hogy a játékos megfigyelők, meg az analitikusok, akik esetleg a játékosok klubon belüli teljesítményét és a
klubhoz esetlegesen érkező új igazolásokat is feltérképezik, megnézik, és folyamatosan figyelemmel kísérik a pályafutását, hogy azok biztos most már Magyarországon, és meg lenni lepődve, hogyha nem így működne Magyarország. Hát nem így működik. Én pont nem olyan rég csináltam egy cikket a magyarországi játékos megfigyelésről, egy picit párhuzamba helyezve a Salzburgi dolgokat, hiszen nincsen olyan távol tőlünk, szerintem bármikor segítő... teljesen segítőkészek lennének, hogyha bárki érdeklődne a dolgaik iránt, meg különben rengeteg információ meg is található interneten róluk, és ahogy beszélgettem magyar játékos megfigyelőkkel, azért nem ez volt az általános vélemény, hogy igen, hát mi elvégezzük a munkánkat, amit ők meg is csinálnak különben, és hogy utána bárki kikéri a véleményünket, hanem a legtöbb helyen ők vannak, és aztán eldönti valaki teljesen más, mert nyilván több helyen is azért még ez úgy működik, hogy én a sportigazgató, én a vezetőedző, én kiválóan tudom, hogy kit akarok igazolni, és ugye nem a számok, az előző éveknek a teljesítménye, a sérüléseknek a minősége, hossza dönti el azt, hogy kit igazoljanak. És hát ez a hatalmas nagy különbsége, ezért... vagy ez is egy aspektusa. Ezért nem tudunk szerintem utánpótlás korban sem eredményeket elérni, mert ott sem működnek ezek a dolgok. A kiválasztás, hogy jönnek fiatalok. Azt gondolom, hagyjál, hogy nem érünk el eredményeket, mert szerintem nem, tehát, ugye szokták is mondani, hogy az utánpótlás edző, aki meg akar nyerni a meccset, az menjen is a francba, mert hogy nevelni kell a gyereket és kinevelni. De hogy az a baj, hogy nem is nagyon, tehát hogy nagyon szűk az a réteg, aki kijön. De ugye Salzburgnál úgy kerülhet oda bárki, hogy van egy fiatal játékos, és róla már az elmúlt egy évben, vagy még hosszabb időintervallum alatt figyelemmel kísérik a fejlődését, a munkát. Azért kíváncsi lennék ma Magyarországon, ha most ebben a pillanatban csinálnánk egy statisztikát, hogy az elmúlt évek igazolásaiból, akár utánpótlás, akár felnőtt szinten, hány játékos érkezett úgy bármelyik magyar csapathoz, hogy előtte akár fél évig figyelemmel, vagy akár egy évig figyelemmel kísérnék, azért biztos érdekes adatok jönnének ki. Sokkal inkább még ugye menedzser ajánlja, hoppá, itt találtunk valaki, hoppá, ott rúgott 11 gólt. Erre, amit most te mondasz, még büszkék is vagyunk, és az előbb is erről beszéltük, hogy mi emlegetjük ezt a magyar utat, meg a magyar közeget, és amiről a szezon kapcsán amúgy is kell beszélni, bár itt most sok percet nem szeretnék rá vesztegetni, de úgy érzem, hogy valahol egy kicsit a kirakat példája ennek. A Kisvárda, amely második lett, tehát egyébként kalapott le, most hogy ez a mezőit minősíti, vagy az ő, de a Kisvárdának van egy olyan szakmai vezetője, aki gyakorlatilag egyes szám első személybe beszél a klubról. Én azt gondolom, hogy még a, bocsánat, a játékosok alsógatyáját is ő mossa, mert épp csak azt nem jelenti ki. Én igazoltam, én néztem meg, én mentem be az öltözőbe, én csesztem le a csapatot. És még a feleségekkel is ő foglalkozik. A feleségekkel ő foglalkozik, ő mondja meg az asszonynak, hogy szoptassa meg a csecsemőt, ha bőg, mert a fickó nem tud a meccsre koncentrálni. Tehát Révész Attila, mondjuk ki a nevét, egy olyan fajta, hát most az egy pozitív dolog, használni, ugye Minarik edei, csak hát az ugye 100 évvel ezelőtti metódus, amikor valaki azt gondolja, hogy csináltam egy csapatot. És tényleg az, valószínűleg tényleg az van, hogy még az ukrán, meg a nem tudom honnan igazol játékosokat, és ő személy szerint dönti el. Másodiknak lehet lenni a magyar bajnokságban, de hát ez nem egy európai módi, mondjuk így humorizálni rajta, jó. És hogyha kell, akkor tévéinterjúban üzen a magyar miniszterelnöknek. Hát számomra a legnagyobb kérdés, hogy ez mennyire szolgálja a magyar futball érdekeit. Hát nem tudom, 17-8 olyan légióssal nem biztos, de hozzá kell tenni, mondom még egyszer, egy olyan szezonról beszélünk, ahol ez a Kisvárda megszerezte a második helyet, ami nyilván azért egy MOL-Fehérvárnak például kőkemény kritika, de lehet, hogy még a Puskás Akadémiának is. Itt akkor dobjuk át a labdát, ugye helyhetően ugye nem ezüstérmesek lesznek, hanem ugye bajnokok a City. A City mennyiben szolgálja az angol labdarúgás érdekeit, amikor... Csak ott mások a célok. Jó, nem csak azért mondom, hogy a Cityn is megnézed, olykor kettő darab angol játékos van a kezdő csapatban. Tehát, hogy... Igen, de ott, ahol, sok, ott, ahol a bajnokok... Szeretjük ezt ide citálni, hogy akkor figyelj, Kisvárdán ez van, ott tényleg összegyűjtik a sokszor tényleg a határon túl az ukrán nemzetiségű, vagy akár ukrán-magyar kettős állampolgár játékosokat, mert persze hoznak portugált, ha éppen portugál edző van, megcsinálják ezt, és egyébként Révész Attilát szerintem lehet szeretni, vagy nem szeretni, de egy ilyen megkerülhetetlen figurája lett. Hát a kérdés ezekből a játékosokból mennyi lesz válogatott? Az utánpótlásból mennyi lesz olyan labdarúgó, akit esetleg a játékos eladásából, a jövőbeni pályafutásából a magyar futball akármit válogatott szinten, vagy akármilyen szinten profitál?
mert tulajdonképpen ez adja vissza, nem az, hogy most Kisvárda a második helyen ér célba, hanem az, hogy mennyit ad hozzá a magyar labdarúgás jövőjéhez. A nagyobbik baj szerintem az MTK. Hogy az MTK-ra meg lehet tényleg ott sok fiatal van, legtöbb fiatal, persze, na abból hány, tehát hogy ott hány válogatott lesz? Hát erre mondta, hogy így az alján is van a táblázatnak érdekesség bőven, és valóban most jól fogalmazta meg egyébként valamelyik internetes portál, bocsánat, hogy hirtelen nem jut eszembe, melyik ma olvastam, hogy az MTK, amely a fennállása első 100 évében egyszer esett ki, az utóbbi 6 évben háromszor, tehát gyakorlatilag a futball haladása lett az új időszakban. És nyilván egy olyan klubnál, amelyiknek egyébként a legrégebben van zászlójára tűzve egy új típusú utánpótlás nevelés, ugye Várszegi Akadémiája volt az első, azért ez egy rém ciki dolog, gondolnánk, ha csak nem azt nézzük, hogy tényleg most az MTK-ból akár a Váncsa, akár korábban fiatal gyerekek, Németh Krisztián, csak kikerültek a világ... Gulácsi, csak kikerültek a világ futball körforgásába, tehát valamiféle küldetést talán beteljesítettek, hát azt nem, hogy a magyar futballban meghatározó csapat tudjanak lenni. Jó, azért legyünk igazságosak, ennél sokkal több fiatalnak a nevét lehetne említeni az elmúlt időszakban, mert az MTK-ból azért valóban volt játékos eladás, értékesítés külföldre a fiatalok által. Ami talán számomra érdekes volt az ő idei fellépésükre és teljesítményükkel kapcsolatosan, az a tény, hogy ugye ők is érezték télen, hogy hát egy picit veszélyes helyekre sodródtak, és ugye egy picit feladva a koncepciójukat, egyből elkezdtek ők is vadul idősebb játékosok és külföldiek felé fordulni, és láthatjuk tulajdonképpen a végeredmény ugyanaz, és nem hozott változást. Hát illetve, bocs, tehát ugye az elején mondta Zoli, hogy ez a 12 csapatos, egyszer valaki negyedik, aztán kieső, lehet, hogyha még két forduló tart ez a bajnokság, akkor az MTK a hetedik helyen zár, mert ők éppen elkapták a végére a fonalat, tehát hogy igen, persze kiestek. Jó, hát ez kellett nyilván egy Fradi elleni mérkőzés, amikor a kupadöntő előtt megverték 3-0-ra a veretlen Fradit, az amíg veretlen Fradit. Nagyon jól játszott az MTK. Na jó, de azt mondom, hogy ez sors, ezt meg kiegyenlíti, igen, nem? Igen. Mert hogy ők meg az utolsó fordulóban megverik azt a Puskást, akinek meg kellett volna a második helyen. Nem az lenne az ideális, és tényleg akkor beszélhetnénk bármiféle nem csak szakmai, hanem tényleg a futball egész koncepcióját nézve előrelépésről, ha mondjuk egy olyan csapat, mint az MTK, ahol mernek esetleg súlyt tenni a magyar fiatalokra, képeznek is, fontosnak is tartják, mondjuk azért stabil tagja lenne legalább az NB. Mert ha azt látjuk, hogy a Kisvárda 24 légióssal, a Puskás Akadémia, Isten tudja hány légióssal akadémia néven. Most, de a Puskás jó, Akadémia tudom, a harmadik a fiatal és magyar jó, perceket jó, tekintve, és nem úgy. Nem. Ők nagyon közel vannak a két kiesőhöz magyar perceket nézve. Jó, csak nem tudom, hogy kik azok a magyar klasszisok, akik ott különben szerintetek ez nem egy erős tükör így a magyar utánpótlás nevelésre, hogy tulajdonképpen az MTK és a Honvéd, aki ugyancsak úgy az utolsó fordulóig versenyben volt, ha most nem poénkodni szeretnék, akkor még mondhatnám is, hogy mind csodálkozunk, hát idén jobb teljesítményt jutottak, mint tavaly, mert egy ponttal többet szereztek, de nyilván ilyen dolgokkal azért nem viccel az ember, mert hogy két olyan bázis, ahol valóban a magyar utánpótlás kiemelkedő fellegvárai, hogy ennek a két csapatnak kiesési gondjai vannak, és az utolsó pillanatig küzdenek, az egyikük ki is esik, a másikuk meg ugye benn van. És valóban, ugye ez látszik, hogy a Fradi önmagával küzd a bajnoki címért, van 2-3 csapat, aki a dobogóért küzd, és az összes többi a kiesés ellen. De nem lehet, hogy az van már, hogy ugye azt mondtuk, hogy utánpótlás nevelésnek kellene zajlani, te azt mondtad, hogy sokkal több játékost adta a külföldnek, mint amiről itt szó volt, nyilván ez így is van, akkor nem lehet, hogy utánpótlás kinevelés zajlik, csak éppen nem Magyarország számára? Nem, mert azért nem öntjük kifele, tehát nem erről. Szerintem az alapvető... Azzal, hogy elmegy külföldre, az a Magyarországnak neveli. Is jó lehet, igen, csak tehát nem itt maradnak, illetve mennyire jönnek vissza, ugye ez a kérdés utána. Ugye van, aki vissza, nem. Én abban látom a problémát egyébként az utánpótlás nevelésben, és a kérdésedre válaszolva, hogy ez egy nagyon kemény tükör, és csak ezt a tükröt végre észre kéne venni. És el kéne jutni oda, hogy ne az legyen egy játékosnak a következő gondolat, amikor közeledik a pályafutása a vége felé, és a szakmában akar maradni, hogy akkor én most kispadra akarok ülni felnőtt csapatnál, hanem igenis akarjon, és legyen, hogy mondjam, tényleg presztízse, hogy a 12 évesekhez is le kell menni dolgozni, mert jelen pillanatban én azt látom egy picit,
itt is, meg sajnos van még egy-két más sporták szintén, ahol ezek a kiszuperált, netán poharazgató, régi nagy klasszisok lemennek és edzést tartanak. Tomika, hány tíz éves történetek, tehát tényleg, sőt, az egész magyar futball elmúlt évtizedei, és azért ez, szomorú egyébként, mert hogyha tíz évvel ezelőtt beszélnénk erről, nem is 20. És azért mondom, hogy látszik az, hogy van Dárdai, van Lőv, én azt gondolom, hogy van Szabics, tehát hogy azért most már van, mert én 15 év ezelőtt azt mondtam, hogy figyelj, még egy bosnyákoknak is volt egy Hali Hodzsicsuk, aki a Paris Saint-Germain kispadján jut, nekünk nem volt. Tehát, hogy Bölönit magunkénak tekintjük, de a világ egyébként románnak tartja. Tehát, hogy most már eljutottunk erre a szintre, és azt kellene, hogy lenn, akik nevelnek, és tényleg az alapokat adják át a gyerekeknek, ott is minőségi szakembereknek kell dolgozniuk. Hát Tomi, és beszélünk erről ugye az akadémiai és TAO korszak 10.-11. évében, úgyhogy nyilvánvalóan ennél azért előrébb kéne járni, akkor is, hogy tényleg nagyon szeretjük a magyar focit, és nagyon szurkolunk. Egyébként 10 perc van körülbelül az adásból, úgyhogy szeretnék most már egy kicsit a nemzetközi... Manchester United! Hogy mondjak, mert találtam egy nagyon jó statisztikát, ugye mielőtt jöttem, megnéztem a körülöttünk lévő bajnokságoknak a statisztikáit, mert ha már magyar bajnokság, hogy nagyon sokszor hallottam az elmúlt időszakban, hogy mennyit fejlődött és lépett előre. És hogy milyen érdekes, hogy 48%-a az NB1-nek 163 játékos külföldi. Sehol nem találunk ilyen magas számot. Szóval még a 40%-ot sem nagyon érik el. Tehát környező országokban. Hát most igen, beszélünk Horvátországról, Ausztriáról, Szerbiáról, Szlovéniáról, Szlovákiáról, szóval az összes körülöttünk levő bajnokságból. És nem csak az a baj, hogy rettentő sok külföldinek adunk lehetőséget, hanem közel 27 év az átlag életkora az NB1-nek. Ugye a legmagasabb, körülöttünk lévő legmagasabb átlag életkor 25,7, ami azt jelenti, hogy nem csak külföldieket hozunk, hanem még idősebbeket is, akinek sansza nincsen arra, hogy elad, és hogy hozzá is tegyenek valamit. És nyilván azokhoz a bajnoksághoz képest, akik körülöttünk vannak, ugye a magyar bajnokság UEFA koeficiens szerinti helyezése sem javult semmi, hát most oké, megelőzzük már Szlovéniát és Szlovákiát, de ugye az ott a kereteknek az értéke fele annyi, mint Magyarországon. Szóval, hogy igazából borzalmasan rosszak ezek a számok. Az, hogy 50%-ban van külföldi, közel 50%-ban Magyarországon, ezt szerintem nem lehet megmagyarázni. És ha már tükrökről beszéltünk, ez egy borzalmas nagy tükre a magyar utánpótlásnak. Hát és ez az, amit ugye... hogy az osztrákok mindenkit honosítanak. ez az, amit ha nem is eltakarni, de kicsit felettetni, egyrészt vagy a válogatott tud, aminek az adott sikerein ugye tudunk lelkesedni, vagy pedig, hogyha mondjuk a Ferencváros vagy valamelyik csapat a nemzetközi kupában tud egy-egy olyat virítani, amit aztán így a magunkénak kézzük meg a magyar futball sikerének. Na ehhez csatlakozva, mit reméltek a nemzetközi Porontól, ugye ezt te írtad meg most éppen Rudi egy cikkben, hogy nagyjából a Bajnokok Ligája, az Európa Liga és a Konferencia Liga mondjuk úgy, hogy elitjébe, vagy az egyenes kieséses szakasz megérő csapataihoz képest hol tartanak a mi kirakat csapataink. Mennyire reális az mondjuk, hogy a Konferencia Ligában a Fehérvár bejusson a csoportkörben, a Ferencváros pedig ugyanazon az ősszel mondjuk az Európa Liga körében, csoportkörében játszon? Most a Bajnokok Ligáját hagyjuk, azt gondolom, hogy az tényleg egy rendkívüli összeállás kell, hogy legyen hozzá. Szerintem még az Európa Ligához is, hiszen ha azt nézzük, hogy ugye ott a csapatok átlag értéke az 290 millió, ettől nagyon messze van még bármelyik magyar csapat. Az Európa Liga kiesése szakaszában ugye az Ferenc Zvezda jutott be legkisebb kerettel, az ő keretük is 50 millió fölötti. Senki más nem volt 100 millió alatt. Fadio 45 millió van. Fadio most igen, most 45 milliót írnak. Úgyhogy szerintem ezen a téren nincs, viszont volt négy csapat is az Európa Liga kiesése szakaszában, itt most koronavírusnak mindenek köszönt, aki már nem tudott annyit költeni átigazolásokra, mint a Fradi. Szóval, hogyha megmarad ez a tendencia, és a Fradi ilyen mértékben ennyit tud költezni, már hozzájárul majd a keretének az erősödéséhez, és hozzájárul ahhoz, hogy utolérhesse ezeket a csapatokat, és nyilván sorsolásnak, szerencsének köszönhetően akár még Európa Ligában is tovább lépjen. A Konferencia Ligában viszont már volt 10 olyan csapat, akinek közel hasonló a kerete, vagy kevesebb, mint a Fradi, és 11 olyan, aki nem tudott annyit költeni, mint a Fradi, vagy közel annyit költött. Szóval én úgy gondolom, hogy egy Konferencia Liga
kieséses szakaszába való eljutás, és hogy lássunk végre tavasszal is magyar csapatokat, ez most már nem álom abszolút elérhető távolság. Mondok egy forgatókönyvet. Ehhez annyi kell, hogy ugye a Fradi, hogyha idén is meg lesz az a koreográfia, mint tavaly nyáron és ősszel, akkor az Európa Ligában ne egy kvázi BL csoportot kapjon ugye a Leverkusennel, a Celtickel és a Betisszel. Egy kis szerencse, és akkor már szerintem elcsíphető a harmadik hely, és akkor látunk tavasszal. És a szóval is különben ekkor fogunk tudni véleményt mondani, szerintem, mert hogy még nem játszott nemzetközi. De ha mégis úgy adódna, hogy nehéz csoportba kerül az Európa Ligában, mert bejut mondjuk újra a Fradi, akkor az milyen ideális forgatókönyv legyen abban a csoportban a Manchester United. Nektek egyszer kielégülés. A Fradi kiesik a konferencia ligába, vagy nem, a Manchester United. Ott még selejtezőt kell játszani majd. A Manchester United mondjuk kiesik a konferencia ligába, mert nem tud csoport első lenni, meg második az Európa Ligába, és ott meg találkozik a MOL Fehérvárral. Az egyenes kieséses szakaszban. Ilyen végtelen lehetőség. Legyen így. Egyébként emlékeztek rá. Egyébként ez reális lehet abban a tekintetben, hogy én azt gondolom, hogy Ten Hag elsősorban a bajnokságra fog figyelni, és az Európa Ligának a csoportkörét, főleg, hogyha olyan csoportot kap, akkor ott majd, ott fog igazán rotálni, főleg a világbajnokság miatt, mert ugye ezt is mondtam, már rengeteg meccset kell majd játszani szeptember-októberben, gyakorlatilag másfélszeresét, mint a korábbi időszakban, és ott biztos, hogy óriási rotáció lesz, és ezért jó, ezt is mondtam, ezért jó az Európa Liga a meccset. Ti már nem emlékeztek rá, amikor még sorsolták a kupákat tényleg mindenféle kiemelés nélkül, és mindannyian tudjuk, hogy a videótól legyőzte 85-ben a Manchester United-ot, abban az UEFA kupában egyébként ősszel a Manchester United a Rabo Eto'ot kiejtette. Tehát kétszer találkozott magyar csapattal, és a verevesféle Eto'ot könnyedén kiejtette, a Kovács Ferencféle videótomba viszont beletörött a bicskája. Hát ezt meglátjuk, néhány percünk van, és azt szeretném még szóba hozni, hogy ugye azért az első európai kupadöntőt lejátsszák a héten, és ezt a sokat emlegetett Európa Ligát a Rangers és az Eintracht Frankfurt fogja egymás között eldönteni. A találós kérdés, amit fel akartam tenni, Szilárd nem válaszolt, mert beleesett a jegyzeteimbe, hogy ti emlékeztek, hogy melyik volt az utolsó UEFA kupa döntő, tehát ami Európa Liga előtti Feyenoord döntő volt. Ugye 2010 óta van Európa Liga, előtte ez az UEFA kupa volt. Nem Feyenoord az utolsó UEFA kupa döntő? Nem. Azért érdekes, mert ez egy Shakhtar Werder Bremen döntő volt, és ez volt az utolsó olyan európai kupadöntő, amelyben német csapat volt, nem a Dortmund vagy a Bayern. Tehát az Eintracht Frankfurt játszik ugye majd most a Rangers-szel, és mindig mondjuk, hogy a Bundesliga is egy, hát nyilván egy teljesen külön kaszt, és a világ legszűkebb elitje, de még ott is azt látjuk, hogy a legeslegszűkebbe bekerülni gyakorlatilag két csapatnak van esélye európai viszonylatban. Hát most itt a Frankfurt egy ilyen kvázi másod szintű kupába hozzáteheti. Mit tippeltek? Én nagyon romantikus vagyok, nekem ez a Rangers sztori az idén, ez nagyon, nagyon a szíven csücske, és nagyon tudok szurkolni neki. Szerintem a Frankfurt sztori is jó. Szerintem jó a Frankfurt sztori is a Barcelona kiejtésével. Ugye szerintem Igen, a Frankfurt magas polcról indult, a Rangers szerintem senki nem tippelte volna. Én nem gondolom, hogy a Frankfurt olyan nagyon magas polcról indult volna. A Rangers ugye tavaly bajnok volt, lehetett tudni, hogy ez jó lesz, de szerintem mondom, két csoda csapat játszik bizonyos tekintetben döntőt. Baromi szimpatikusak, nagyon nehéz, amikor az ember leül egy kupadöntőt nézni, és nem játszik a kedvenc csapata, és hát nekünk idén nem játszik, nagyon nehéz. Egyik lehet, se, egyik se. Másra szurkolni, igen. Nagyon nehéz lesz eldönteni az emberkinek szurkoljon. Különben két apróság, ami eszembe jutott, hogy milyen érdekes, és mennyire igaz, amit mondta Zoli, hogy a konferencia ligában is ugye az elődöntőben, ugye négy csapat jutott, abból három az öt top bajnokságból érkezett, és ugye a skót Glasgow Rangers. Szóval nyilván a végjátékban nincsen nagyon esélye más csapatoknak eljutni, hiszen még az Európa ligában is ugye a csoport harmadikok selejtező után átkerülnek a konferencia ligába, és ott is lesznek előbb-utóbb olyan ellenfelek, akik nagy bajnokságból érkeznek, még akkor is, hogyha középcsapatok, hát egy Ferencvárosnak vagy kisebb futballnemzet csapatainak azért ők még elég komoly feladatot jelentenek. A másik érdekesség az meg megint a Fradival való összehasonlítás, hogy ugye a Glasgow Rangers a jelenlegi kezdő csapatát, amivel elérte ezeket a sikereket, az 13 millió euróért vásárolta össze az egész csapatot. Ez nem elérhetetlen a Fradinak sem. Jó kell kiválasztani. Egy biztos, hogy Európa Liga néven eddig 12 döntőt játszottak, ebből 8-szor spanyol csapat, 3-szor angol győzött, ugye ez egy portugál házi döntő volt, ami utána Porto nyert, tehát most mindenképpen egy új fajta, egy új nemzet. Most is lehetett volna német házi döntő. Hát lehetett volna, de hál' Istennek nem szeretjük a házi döntőket.
Úgyhogy mindesetre biztos, hogy egy új nemzetnek a címere kerül fel az Európa Liga serlegére, vagy hát nem tudom, ez ilyen képzavargó, de értitek. De egyébként bocs, hogy ugye nem lesz házi döntés, hogy ugye a Lipcse. De a Lipcse micsoda egy projekt? Mennyi pénzzel, milyen játékosokkal? És hogy még mindig nem nyertek semmit. És most majd lehet, hogy a Szobati. Frey... De az, hogy ez az, hogy egy európai futball evolúciójában ez egy villámtörténés, ami a Lipcsével tört. Nincsenek benne, úgy érezzük, szoktuk mondani. De amikor játszottak a Rangers-en most az elődöntőben, ugye ezt a meccset pont közvetítés, és olvastam a történetüket, hogy volt egy olyan év, és nem régen, amikor mind a két csapat harmadosztályú volt. A Rangers azért, mert egy csőd után ugye visszasorolták, a Lipcse pedig jött felfelé a regionál ligából, és akkor tartott a harmadosztályban, és adott évben mind a ketten a saját nemzetük harmadosztály. Ehhez képest a Rangers tavaly egyébként veretlenül nyerte meg a skót bajnokságot, a Lipcse is látjuk, hogy hol tart. Úgyhogy hát akkor magyar futball csapatok számára is határa csillagos ég biztos. De a Lipcse közel 110 milliót költött átigazolásokra, a legtöbbet ugye az Európa Liga kieséses csapatai között, vagy kieséses szakaszba jutott csapatai közül, úgyhogy azért náluk a lehetőségek azok korlátlanok ezen a szinten. És mégis a Rangers játssza döntőt a Frankfurttal, meglátjuk a következő adásunkban, nyilván majd megbeszéljük azt, és már kitárgyaljuk a Bajnokok Ligája esélyeit. Hát más sportágra nem került ma sor, de azért hónap elkezdődik a kosárlabda bajnokság rájátszás, úgyhogy hajrá, arra majd beszélünk a kosarasokról is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Viszontlátásra! Game over.